Bár a történet nagy része legenda csupán, ennyi legalább tény és való. Amikor a lázadó franciák lerombolták a Bastille-t, a nyilvántartásban erre a titokzatos bejegyzésre akadtak. A 64-38-9000-es számú rab, a vasálarcos férfi. Vasálarcos. Párizs 1662. Élveztétek volna. Nagykora fiám ez. De te is. Na nem van. Olyan régóta henyél már, hogy egészen berozsdált. Na jó, menjetek. Gyerünk, hagyjuk békén őszentségét. Majd holnap visszajöttök, ha jobb kedvében lesz. Na, mozgás, gyerünk, gyerünk, hölgyeim, Iszkiri. Gyerünk. Imádkozz, mulass velem, Aramis! A léleknek szárnyalja kell! Öreg vagyok, gyenge vagyok, elhagyott az erő. Portos. Imádkozom. Épp ezt mondom én is. Süket is vagy. Azt látom, hogy vak vagy, mert ha láttad volna ezeket a ciciket, könnybe lábadt volna a szemed. Vannak fontosabb dolgok az életben, mint egy szép párkebel. Tényleg? De, Aramis... Ha tudsz mondani egyet, csak egy valamit is, ami fenségesebb, mint egy rózsás dondicsecs az ajkaim közt, építek neked egy templomot. A megbocsátás. Megbocsátás? A megbocsátás? Bocsáss meg. Bocsáss meg. Megbocsátottál? Megbocsátottál? Úgy nézem, megbocsátásod nem édesebb egy dundi csecsnél. Hát nem érted meg? Most éppen imádkozom! Mindig imádkozol! D'Artagnan! D'Artagnan! Hogy vagy, kis tacskó? Portos. Egy teológiai vitát szakítottál félre. Azt látom. Isten hozott, ülj le. Bár tehetném, Aramis, de a király ügyébe jöttem. Látni kíván téged. Még mindig hűen szolgálod, bár a népe záptojással haigálja címerét. D'Artagnan, a mindenit. Olyan ifjú vagy, én meg olyan vén. Azonnal jönnöd kell. Egy mindenkiért. És mindenki egyért.
A régi szép puskétás idők, mi? Vajon a jó öreg Athos most mit csinál? Nyugi, Raúl. Végül is a fiam vagy. Hogy állhatna ellent neked bármely nő? Mikor kéred meg a kezét? Ma, ahogy megérkezünk. Vagy majd, amikor elmegyünk. Ha csak rágondolok, zavarba jövök. Ez segít? Anya gyűrűje. Nem fogadhatom el. A tiéd. Halálával kaptalak téged. Úgy akarok meghalni, hogy tudom, a fiam kedvese hordja. Menj. Ketten gyertek vissza. Hajnalban fognak támadni. Nem, ne becsüld le a hollandokat. Itt ketté oszlik a sereg. Vonuljanak erre és erre. És akkor túlerőben lehetünk. Igen, mehet a parancs. Felség. A sárga övet. A tanácsadókként úgy érezzük, hogy... Kötelességünk. Igen, kötelességünk tudatni önnel, hogy Párizsban lázong a nép. Nocsak. De hiszen Párizs a világ legszebb városa. Miért ne lenne az én népem büszke? No, meg elégedett. Valóban, felség, biztos elégedettek és büszkék. De közben éheznek is. Felség, ha szétosztanánk némi ételt a hadsereg tartalékából, később még volna idő pótolni ezt. Aramis atya, ő felségének nehézségei támadtak a jezsuitákkal. A jezsuitákkal? Azt mondják, a királyháborúi igazságtalanok, és emiatt van az éhezés. Talán ő felsége beszéljen a vezetőjükkel. Na igen, de ki az? A jezsuiták a legnagyobb titoktartók. Á, Aramis! Felség. Te pap vagy. De régen muskétás voltál. Én, mint régen apám is, a legfontosabb küldetéseket bízom rád. Ezért... Azt akarom, hogy tudd meg, ki a jezsuiták titkos vezére, és ha megvan, Istenért és hazánkért, kérlek, végezz vele. Tudom, szörnyű kérés ez, főleg egy paptól, de... Vállalod a küldetést? És titokban tartod? Hogyha felfedem a jezsuita áruló kilétét, megölöm őt is, és azt, aki elárulta. Egy muskétás mindig muskétás marad. Nos, ami a zavargásokat illeti, a kikötőben vannak még tartalékaink, ugye? Azt szétoszthatjuk. De felség, az az étel romlott. Azért nem kapta meg a hadsereg. Akkor sietni kell. Milyen kitűnő ötlet, felség. Nézd, de szép a varrása. Hát nem csodálatos? Annyira nem, mint te. Az meg ki? Raúl, Athos fia. François, lehet, hogy a te ízlésed a bakákhoz húz, de én a vele levő szépségre céloztam. Krisztinnek hívják. Thank you.
felség. Mi a baj, D'Artagnan? Merénylők potyognak az égből? A malacvadászatról engem nem értesítettek. D'Artagnan, nézd ezeket az embereket. Hogy tisztelnek és félnek tőled? Ha a nagy D'Artagnan vigyáz rám, ki volna olyan megveszekedett bolond, hogy az életembe törje? Egy bolond kardja élesebb az eszénél. Játsszunk valamit. Azt, hogy én vagyok a király, te pedig a muskétások kapitánya. És hogy a kívánságon parancs. És én azt kívánom, hogy élvezd a vigasságot. Mulas jót! Hölgyeim! Mióta megjöttem... Sziut, mademoiselle. Nem, köszönjük. Christine. Raoul. D'Artagnan. A kapitány. Bemutatom Christine Belfort. Örvendek. D'Artagnan apám legjobb barátja. Megtisztelt, hogy személyesen hagyta jóvá muskétási kinevezésemet. Így követhetem apámat és önt. Te tiszteltél meg engem? Egy mindenkiért. És mindenki egyért. Christine. Szeretlek. Én is szeretlek, Raoul. Én sosem leszek gazdag, de a szívem mindig tiéd. Az felér egy királysággal. Szeretnék adni neked valamit, ami az édesanyámé volt. Összemérjük ravasságunkat és fürgeségünket. Íme az egyszarvú! Aki elkapja az egyszarvút, megnyeri kincsét. És most indulás! Kezdődjék a vadászat! Tiéd lesz a függő. Christine, ugye? Azt hittem, ez lehetetlen, de a vadászat izgalma még gyönyörűbbé tett téged. Uram, én... Köszönöm, én... Elpirultál. Nem akarsz gyönyörű lenni a királyod szemébe? Nem, uram. Vagyis... Igen, természetesen. Úgy értem, hogy... Semmi baj. Megértem, hogy nem szoktál ilyen környezethez, de... ezt igazán könnyedén orvosolhatjuk. Mert szépen beillenél udvarhölgynek. Felséged nagyon, nagyon kedves. De Raoul már eljegyzett. Vagy elfog, ha majd megkéri a kezem. Egy katonát választasz? Aki még meg se kérte a kezedet. A királlyal szemben. Csak a szívemhez lehetek hű. De milyen hű a szíved hozzád? Christine. Raoul.
jezsuiták. Hívd a tábornokot. A királynő beszélni óhajt önnel. Felség. Hallom, ma megmentetted a fiam életét. Isten kegyelmével, felség. Nem sérültél meg? Nem, úrnőm. Örül. Kapitány! Raúl, Athos fia, visszavonta kérelmét, hogy muskétás legyen. D'Artagnan! Egyre jobb vagy. Rég láttalak. Rég bizony, cimbora. Mi háromban vagy? Hát, mint mondtad, rég láttál. Ha a nagy D'Artagnan jön, a legjobb borral kell kínálni. És ha a nagy Athos kínál, a nagy D'Artagnannak innia kell. Én sajnálom, hogy elhanyagoltalak, pajtás. A királyi testőrség feje vagy. Fene sok munkád lehet. Egy ilyen királlyal főleg. Mégis, gyakrabban fel kéne keresselek. Én a múltban élek, mikor köpenyünk fekete volt, és felnőtteket takart. Legalább van időd gyakorolni a hegedülést. És sajnálni magamat. A fiam felnőtt, megkért egy gyönyörű lányt, beállt muskétásnak. Életem összes hibáját most ő is elköveti. És most, hogy megvan, mit kívántam neki, elmegy itthonról. Athos. Egész éjjel tivornyáztál. Raúl. Nézd, ki jött el hozzánk! Mi baj van? Nem kockáztathatom, hogy özvegy legyen azzal, hogy feleségül kérem. Visszahívtak az ezredemhez. Az meg hogy lehet? Már szolgáltál a fronton. Talán új háború tört ki? Mindenki mást is behívtak? Azt hiszem, a király szemet vetett Krisztinre. Igaz, hogy a király felfigyelt rá, de nem hinném, hogy ennek köze lenne. Csak is ehhez van köze. A király egy dög, Athos. Egy gyáva kutya. De én nem. Ezért megyek. Raúl! D'Artagnan, a király nehezen kap nőket magának? Nehéz megtölteni az ágyát? Szolgáltam az apját.
sőt egész a visszavonulásomig őt is. És most, hogy elcsábítson egy nőt, aki aztán semmit nem jelent majd neki, könnyű szívvel képes lenne feláldozni a fiamat? Tudtad, hogy ez fog történni. Tudtad. Ezért jöttél ide. Tudom, mi heves vagy. Jöttél, hogy megfékezz? Én segíteni jöttem. Személyesen beszélek a királlyal. Én még hiszem, hogy olyan királlyá lesz, milyet mindnyájan szeretnénk. Nem tudod, milyen érzés, ha fiad van. Milyen csókolni a haját, érezni a szuszogását, mikor alszik, nézni, ahogy felnő. Igen. Az apaság olyan áldás, miről én csak álmodom. D'Artagnan, soha nem ismertem nálad jobb embert, sem jobb barátot. De ha a király árt a fiamnak csak, hogy nőt szerezzen, akkor a király az ellenségem lesz. És aki közém és az ellenségem közé áll, az is. Akkor sietnem kell, mert becsülöm a fiad. És téged is. Igen, uram! Kapitány! Az emberek azt mondják, hogy az étel, amit szétosztottunk, romlott. Városszerte rátámadtak a muskétásokra. A kapukat! Tüzet nyitunk rájuk! Nem! Bezárni a kapukat! Ne lőjetek! Ez D'Artagnan! Párizs polgárai! Figyeljetek! Közétek tartozom! Hadságnak való szemetet kaptunk! Figyeljetek! Igazatok van. Ez romlott. Magam beszélek a királlyal. Szavamat adom rá. De őket engedjétek el. A hazát szolgálják. Titeket. Még meg nem ismerte egy király szerelmét. Éhes vagyok. Hozatok ennivalót. Egyedül szoktam enni. Holnap reggel már ne találjalak itt. D'Artagnan, az átjárók a király biztonságáért vannak, nem azért, hogy te halálra rémisz. Éppen a biztonsága miatt jöttem, felség. Már tudok a zavargásokról.
A népe szereti önt, felség. De romlott ételt esznek, sőt, néha semmit. Romlott ételt? Azonnal intézkedem. Van egy másik ügy is, egy személyes jellegű, felség. Állandóan gyönyörű nők veszik körül. De szereti is őket? Méghozzá elég sűrűn. És viszont szeretik? Honnan tudja, hogy mikor egy nő a legbizalmasabban átöleli, akkor önt vagy a koronáját öleli keblére? Azt hiszed, ezek üres flörtök? Azt hiszem, hogy egy férfi szerethet egész életében egyetlen nőt hűségesen. Igen. Igazad lehet. De talán még nem találkoztam szívem hölgyével. Mostanáig. Krisztin lenne az? Jó, hogy figyelsz rám, D'Artagnan, de félek, hogy túl közelről figyelsz. Azért küldte Raoult a csatába, hogy szabadon becserkészhesse Krisztint? Kételkedsz a becsületemben? Nem kételkedem a becsületében. Csak aggódom önért. Raoul hamarosan hazatér. A szavamat adom rá. Köszönöm, felség. D'Artagnan? Fiatal király vagyok. De király vagyok. Akkor legyen jó király, felség. Te vagy az új főtanácsos. Végeztes ki a romlott étel miatt. És aki legközelebb lázog, azt lőjék le. Itt a helyen. Várj! Ezt vidd el, a királyi postával. Mindjárt viszek neked vizet, anya. Ő felsége fájdalommal értesíti, hogy Raoul, Athos fia, elesett harc közben. Jelentés az elesettekről. Athos már tud róla? Athos, barátom! Állj meg, áruló! Figyelj rám! Az ágyuk ölték meg Raoult! Ne tetészd haláloddal ezt a tragédiát! Könyörgök!
Vissza! Vissza! Te vagy az áruló. A sebesülteket. Tetszik az új lakosztályod? Uram, mikor Raúl halálhíre után hivatott, csak a segítségét akartam. Nem tudom ellátni a családomat. Apám meghalt, az anyám pedig... Tüdőbeteg. És már a húgodon is mutatkozik a kór. De az orvosom már látta őket, és bizakodó. Vidéki birtokomon majd felépülnek. Ó, felség! Tudom, hogy ma többször is megfordult veled az egész világ. És biztos még most is forog. Költsünk el együtt egy csendes vacsorát, hát ha akkor leáll. Figyelj rám! Elvesztettél egy darabot a szívedből. De nem szeretném, hogy itt ülj és megvárd, amíg a szíved kővé nem válik. Csupán annyit kérek, hogy bármit is érzel most, szeretném, ha őszintén megosztanád velem. Egészségedre! Nem tehetem. Krisztin. Nem a koronám az, amit szeretni kell, hanem én. Sok csodát láttam már. De ilyen gyönyörűséget, mint te, még soha. Aramis, ez az út a pokolba vezet? Lehet, hogy a pokolra jutunk, de csak később. Ez egy kripta.
Tisztában vagyok. A titoktartás kényelmetlen, de szükséges. Kérlek, üljetek le. Régen, ha rosszra akadtunk, akkor összefogtunk. Legyőztük. Ma már tudjuk, hogy a kard nem segít mindenen. De van, amin egyedül a kard segít. Nos, a következő a helyzet. A jezsuiták ellenzik Lajos háborúit és a nyomukban járó éhezést. Ezért Lajos megparancsolta, hogy derítsem ki, ki a jezsuita rend generálisa. És öljem meg. Emiatt talán följön a generális feje. A gond csak az, hogy én vagyok az. Én vagyok a jezsuiták titkos generálisa. Mit javasolsz, mit tegyünk? Cseréljünk királyt. Ezt nem hallgatom tovább. Nem fog menni. De fog. Tudom, hogyan. Benne vagyok. Én is. Nem. Kellenél. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Arra kérsz, hogy legyek áruló. Eskü kötelez. Ha a király becstelen, az feloldoz az esküd alól. Az eskü lényege pont az, hogy nem lehet megszegni. Miért szolgálod őt, D'Artagnan? Miért? Nagyobb dolgokért küzdöttünk, mint a király, a rang, a jutalom. Te most miért küzdesz? Azon hitemért, hogy minden ember megjavulhat. Még Lajos is. Bármi is a terv, veled tartok. Ha legközelebb látom őt, egyikünk meghal. Athos, várj! D'Artagnan, még ha nem is volnék pap, úgy is látnám, hogy nagy teher nyomja a szíved, melyet egyedül nem bírsz elviselni. Nem árulhatom el. A királyt. Életem árán is megvédem. Isten legyen veled. Mert mi nem leszünk. Úgy hallom, incidens történt a muskétások kapujánál. Ahol betört valaki, azért, hogy megöljön engem. Az a legújabb, hogy a gyilkos jelölteket szabadon futni hagyjuk, D'Artagnan. Csak saját fájdalmát akarta megölni. A fia meghalt. Nincs Isten ennél rosszabb. És a királyod elvesztése? Nos, ez a királytól függ. Mikor muskétás lettem, azt mondták, hogy valahányszor kardot rántok. Ne arra gondoljak, mit ölhetek meg, hanem mit hagyhatok életben. Tudja, ki mondta ezt nekem? Athos. Ha már ő is az ellenségünk lett, akkor valami nem stimmel. Nos, Athos oda lett. Porthos és Aramis elmentek. Te ismered őket a legjobban. Veszélyt jelentenek rám? Ha ez fenyeget,
Nem kell keresnünk őket, megtalálnak. Hát akkor előzd meg őket. Ez meg ki? Ki? Emalato. Lorin piaccio io. Azt mondja, ő a pap helyettese. Parla francese? Non lo parlo. Il prigionero ha solo un giorno la mese. Parla confessione. Azt mondja, hogy minden fogoly havonta csak egyszer gyónhat. A másik gyóntató pap beteg. Gyerünk! Vai, vai! Avanti! Grazie, grazie tanto, signor, grazie, grazie. Ah, ma van gyónásnap. Bocsánat, biztos megrémítelek, még nem láttál. Barát vagyok. Segíteni jöttem. Mit akarsz itt? Megszüktetni. Kiszabadítani téged. Ez meg ki? Ez te vagy. Signor! Scusi, scusi, signor! Signor! Scusi! Cosa c'è? È caduto, stecchito, mentre leggevo la mesa. Svangiorò besse esett. Miközben mi sézett. Nem hittem, hogy eddig is elél. Mitől esett csak úgy össze? A la peste, come il altro prete. Azt mondja, a rabnak láza van, ugyanúgy, mint a kispapnak. Sí. Pestis! Pestis! Pestist hoztak ide! Tűnjön el innen, azonnal tűnjön el innen! Estrema unzione! Semmi utolsó kedet, tűnj el! Levéshetnénk róla. Megláthatnánk, ki volt. Senki sem tudná meg. Bruciatelo! Con la peste ci colpirà tutti! Azt mondja, égessük el, vagy mind megkapjuk a kort! Igaza lehet! Ne! Ne érj hozzám! Tűnj el! Én. Vigyázzatok, pestises! Vigyázz! Na, mozog már! Mi lesz már? Signor! Gyerünk, gyorsan!
Gyorsan, mozgás! Tűnés, menjenek már! Gyorsan! Gyorsan! Na! Jezsuiták, velem vannak. Tessék. Így áll. Semmi baj. Hat évig vártam, hogy megkérdezhessem. Miért tették ezt velem? Nem tudod? Mennyire emlékszel? Egy tanyaházban éltem. Voltak ott őrök, egy öreg asszony, meg egy pap, de senki más. Aztán jöttek és a börtönbe vittek. Kik jöttek? Egy fekete ruhás férfi. Az arcát nem láttam. De ő vitt a börtönbe. Ő tette rám az állarcot. És nem tudod miért?
Napokig üvöltöttem. Mit vétettem? Aztán rájöttem, hogy az arcommal van valami, amit rejteni kell. De sosem tudtam meg, mi az. Mi a neved? A tanyán úgy hívtak. Fülöp. Fülöp. Ők majd segítenek megtisztálkodni. Nem bántanak. Köszönöm. Köszönöm a kedvességet. Mit duzzogsz már megint? Csetepatét vártam. Nem volt öldöklés, semmi kardozás. Mi hasznom így? Portosz. Unom már a nyavajgásod. Az élet csupa szépség. Meg ármány, meg veszély. Mit kívánhatunk még? Csak nézz körül! A vörösmegyek dalolnak, a gerlék búgnak. Nem hallod a dalukat? A vidék tele élelemmel, csak Lajos mind a hadseregnek adja. Nekem már nem kell élelem, hogy az életem már a fehér népek sem érdekelnek. Búcsúzzatok Portosztól, mert vége van. És ki ő? A tényekre kérdezel, de az igazsága fontos. Nem vagy a papom. Akkor se lennél az, ha lenne papom. Keserű szavak. Raúl oda van. És D'Artagnan is. Kit testvérként szerettél. És most gyűlölöd. Milyen jogon ítélsz meg engem, és játszod itt meg az Istent? Mert te talán annyival szent életűbb vagy mindenkinél? Hát igen, ez is. Meg mert annyival intelligensebb vagyok mindenkinél. Portosz, mi a baj? Vezsekő, fáj, ha brugyálok, fáj, ha kakálok. Már csak egy vétrotty vagyok, semmi haszna az életemnek. El is akasztom magam, mihelyt kijózanodom. Gyere! Aramis! Elkészült! Az élet legnagyobb rejtélye, hogy kik is vagyunk. Igen. Most elmondom neked, amit egész életedben titkoltak előtted. Akkor kezdődött, mikor Lajos király született. Emlékszem arra az éjre. D'Artagnan, Athos és én mulattunk. D'Artagnan csontrészeg volt. Olyan rosszul volt, majdnem kardélre hányt. De én szolgálatban voltam. Oda rendeltek az egyik hátsó ajtóhoz, ahol a királynő papja egy csecsemőt nyomott a kezembe. Te érted ezt, Athos? Megkavartál? A királynő ikreknek adott életet, és aki a karomban volt, az volt a fiatalabb. Még egy. Ketten vannak. Az öreg király ott állt két örökössel. Látott, elég testvér viszályban szétszakadt birodalmat, ezért úgy döntött, hogy a békekedvéért az egyiküket eltünteti. Téged, Fülöp. Parancsba adta, hogy ne tudd meg, ki vagy. Halálos ágyán elmondta Lajosnak és anyádnak, hogy létezel. A királynőnek addig azt mondták, hogy születésedkor meghaltál. Átkozta is magát, hogy ezt elhitte. Vissza akarta adni született jogaidat, de már Lajos volt a király. Félt megölni téged,
mert egész hatalma a királyi vérszentségén nyugszik. Úgyhogy inkább kiagyalta, hogyan tüntethet el örökre. Hazámért, királyomért megvásároltam a békét, az életed és a saját lelkem árán. Egy nap a megbocsátásod kérem. De előbb még visszaadom neked, ami a tiéd. Visszaadod? Kicseréljük Lajost Fülöpre. Ez a nagy terv? Kicserélni őket egymással? Nevetséges. Nyugodj bele, hogy brilliáns terv. Miért te mire számítottál? Forradalomra, háborúra. Vérontásra. Végre egy kis izgi. A testi hasonlóság az kevés. Lajos nagyon pökhendi és döjfös. Azt lehet utánozni. És akik közelről ismerik? Azt hiszed, hogy nem gondoltam erre, hogy nem gondoltam mindenre? Arra is gondoltál, hogy ezzel az akcióval nem csak minket sodorsz veszélybe, hanem Fülöpöt is? Igen, és ahogy mi is, ő is dönthet. Mit szólsz hozzá, Fülöp? A hosszú börtönévek a semmiért voltak. Vagy olyan erők halmozódtak fel benned, mint senki másban? Itt az alkalom, hogy király légy, ha van elég merszed hozzá. Megvan benned a kellő bátorság. Megvan. Én... Megvan. Felség, ez a láda azzal az utasítással jött, hogy csak is önnyit hagyja ki. Ezt vidd el anyámnak. Ha meglátnak, végünk van. Ha nem csókollak meg, úgyis végem van. Nem bírom nézni, hogy sírsz. Kérlek. Mondd el, mi baj.
Anna! Tudom, ha szeretlek, az hazaárulás. De ha nem szeretlek, a szívemet árulom el. Akkor árulókként halunk meg, mindketten. Még bort! Még bort! Hogy van? Kiment. Nehéz napja volt. Aramis! Még bort! Változtatni kell a tervet. Fülöp még gyerek. Nincs még kész arra, hogy... Felkészíted. Nem meg. Menni fog az. Még egy év vagy kettő. Három hét. Három hét? A király bált rendez. Álarcos bált. Csomó ember, mindenki álarcban. Tökéletes alkalom, és talán az egyetlen. Fülöpöt bármikor megtalálhatják, akkor mi lesz? Még bort! Hol vannak ezek? Ne! Hiába! Görbe akartam. Mindent rendben jön az. Csak egy kis idő kell még hozzá. Kiegyenesítem én a kardod. Bedöglött. Kitikkadt. Enyél. Azt mondod, három hét elég, hogy megtanulja, amit kell? 16 évig úriembernek nevelték. Igen ám, de 6 évig egy álarcban élt, és azt sem tudta, hogy miért zárták be. Most tudja, hogy a hozzá legközelebb álló kisemmizték, fájdalomba és iszonyú magányba taszították. Megszeretted, örülök. Ne tégy úgy, mintha te lennél itt az Úristen. Nem pótolhatja Raoult. Portos meg mit csinál? Úgy nézem, pucéran az istállóba igyekszik. De mit akar ott? Gondolom felakasztani magát. Hónapok óta fenyegetőzik vele. Felköti magát? Ó, Istenem! Isteni jel! Ó, Istenem! Ha Portos végezni akar magával, lehetőséget kell neki adni, nem? Ég veled, világ. Ami haszna Portos, elmegy. Mi volt ez? Elfüléseltem a gerendát. Csak zseni vagyok, de mérnök nem. Mi történt? Hogy van még? Aramis! Te voltál! Tudtad, hogy fel akarom kötni magam! Átvágtad a gerendát! Ismerd be! Ismerd be! Persze, hogy tudtam. Hónapok óta nyavajogsz. Talán ezek után kivered a fejedből ezt az unalmas öngyilkososdit, és most már végre a hasznodat vehetjük. Jó. Meg ne fázz nekem. Hát, jól van. Oly sokáig volt rajtam az állarc, hogy félek nélküle. Virrasztok veled. Én sem tudok aludni. Thank you.
6 évig voltam börtönben. Kihoztatok. És most egy másik börtönbe akartok bezárni. A kastély nem éppen börtön. Látjátok ott azokat a cselédeket? Azt, amelyik a bárányt fogja. Bár őrizhetnék vele bárányt ezentúl. A mi segítségünkkel király lehetsz. Nem. A segítségetekkel eljátszhatom a királyt. Aki gyűlöltök. Nem mindenki gyűlöli. Te nem? Miért bújjak a bőrébe? Amíg nem adtok rá okot, nem teszem meg. Nem megy. Isten eszközei vagyunk. Akár tetszik, akár nem. Őriznünk kell a hitünket. Bár beismerem, ez néha eléggé nehéz. Mindnyájan botlunk a hitünkben. Tudod? Ezért muszáj enni, inni, szeretni az életet. Királyként kaphatsz cserélányokat, akár ezrével is. Portos. Ha? Nem ez a lényeg. Milyen lényeg? Igaza van. Nem adtunk neki okot, hogy megtegye, amit kérünk. Azt értem, hogy te miért csinálod. Tudod, hogy miért teszem? Portos mesélt nekem a fiadról. Azt hiszed, ezért vagyok itt? Igen, Raúl az oka, de nem úgy, ahogy gondolod. Egykor mindnyájan hittünk abban, hogy valami olyasmit szolgálunk, ami magasabb rendű nálunk. Aramisnak ott a hit, Portosnak az életimádat, D'Artagnannak az önfeláldozás, nekem ott volt Raúl. De volt egy közös álmunk, hogy egy nap végre olyan királyt szolgálhatunk, aki érdemes a trónra. Erről álmodtunk. Ezért harcoltunk. Erre vártunk egy egész életen keresztül. Megtanítottam Raúlt, hogy higgyen ebben az álomban. De a fiam halott. Tudni akarom, vajon a fiam hiába érte? Az egyetlen, aki erre válaszolni tud, te vagy. Athos, hogyha kudarcot vallunk, ami valószínű, dicsőség lesz veled meghalni. És veled. Ez önnek érkezett. Drága Krisztin, amikor elváltunk, a mennyországot hagytam ott a pokolért. Elmegyek, mert csak becsületben tudlak szeretni. Te miattad akartam jobb ember lenni. Szeretni foglak a mennyben, vagy a pokolban, ha oda kell jutnom, hogy méltóan szerethesselek. Ezt ne feledd.
és ne hibáztasd magad. Mindörökre a tied, Raúl. Mi bajod vele? Mi a baj? Levelet kaptam Raúltól. A kastélyba küldte. Tudta, hogy meg fog halni. És hogy én itt leszek. Honnan tudhatta? Nem tudom, hogy mire gondolt. Elment az esze. A harcoktól távolra küldettem őt, de... ő belerohant a sűrűjébe. Tudta, hogy ez lesz, és mindent megbocsált. De számomra nincs bocsánat. Nincsen? Én szerettem őt. Most is szeretem. Vagy úgy? Szörnyű vétek volt azt színlelni, hogy szeretlek. Színlelni? Vétkeztem a szerelem és Isten ellen, a kegyelmet kedvéért. Mit vétkem nélkül nem kaptam volna meg. Pokorra jutok. És te is. Nem, nem. Nem, kedvesem. Te pokorra jutsz. De én nem. Mert király vagyok. Így rendelte Isten! Hozd a cuccom! Hová igyekszel? Párizsba. Sok még a tennivaló. Néhány napra elmegyek. Minden legyen készen, mire megjövök. A lehetetlent kéred tőlem, ráadásul egyedül birkózzak meg vele. A tökéletes megoldást ajánlom. Forradalmat vérontás nélkül, halottak nélkül, sőt árulás nélkül. Mert ő is a királyfia. Köszönöm. De nem tudom felkészíteni. Portok, gyere, ebéd. Nincs rá elég idő. Nem miattam lett sürgős. A megígért élelem szétosztása helyett Lajos elrendelte a lázongók lelövését. Gyerünk! El tudod képzelni, mi lesz akkor? Ha az éhező párizsiak hallanak a bárról, nem értem, teszed, Athos! Mindenért, amíg egykor voltunk, és újra lehetünk! Köszönöm, atyám. A bált előre hozták holnap estére. Holnapra? Miért? A király elégedetlen ágyasával és lelke mulatságra vágyik. Akkor a szabóimnak egész éjjel dolgozniuk kell. A lovamat! A bordé ma estére bezárt! Kifelé mindenki! A hölgyeket kivéve! Kifelé! Bezárt? Azért jöttünk! Akkor máshová kell mennetek! Mozgás! Kifelé! Hölgyeim, a ruhát, amit teken varnak, be kell fejezniük. Megyünk. De visszük a pénzedet is. Gyerünk, öreg! Acca! Öreg? Azért Trabolszky vertvénynek tartasz? Na, nézzük csak!
Tudsz-e rabolni? A flintát a hátsódban! Üdés ki felé! Mindenki! Nyomás! Boltosz, ezt neked csináltam. Imádom Párizst, és az életet, és önöket, hölgyeim. Csürögjetek, kivéve téged. Nem, várj! Egy király nem így iszik. Szolgák fogdossák a serlegét, ezért a lehető legkevésbé fogja meg. Próbáld! Bocsánat. Nem. Én nem. Nem. Soha ne sajnálkozz. Egy király sohasem hibázik. Soha se kéri bocsánatot. Semmivel és senkivel ne foglalkozz. Azt akarjátok, hogy ilyen király legyek? Vagy csak azért mondod, mert a fiat halott? Bocsáss meg, én nem akartam tisztelni. Nem. Én nem haragszom te rád. Megértetted? Jó. Persze, hogy jó királynak szeretnénk. De előbb Lajosnak kell lenned. És Lajos hideg, kegyetlen. A szeméből mindig csak az sugárzik, hogy nem érdekli semmi, csak maga. A te szemed sokat kérdez. Nem kéne törődnöd. Én velem. Nem kéne törődnöd. Nem szabad a fiamról kérdezned. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Ahogy én is. Aramis. Felség. Hiszen abban, hogy miképpen egy hazugság tönkretehet egy egész életet. Ugyanúgy egy igazság helyrehozhatja. Minden nap ilyen csodáért fohászkodtam. Én pedig megbocsátásért könyörögtem. De már tudom, hogy mielőtt Isten megbocsát, felségednek kell megbocsátania. Mert én voltam, aki elvitte öntől második gyermekét. Sosem voltam elég bátor kideríteni az igazságot, mikor folyton csak hazudtak nekem. Az egyik fiam csak pusztít, ahelyett, hogy építene. A másik meg én miattam meghalt egy vasállarcban. Nem! Az állarcot Lajos találta ki. De most Isten kegyelméből itt az alkalom, hogy az összes állarcot egyszer s mindenkorra levegyük. Ezek a te szobáid. Ezen a folyosón és a lépcsőn, vagy a titkos átjárón át az emeletre juthatsz, ahol a szeretőd Krisztin lakik. És itt ki lakik? Itt lakik az anyád. Az anyám? Új lovakat! Összepakolni! Gyerünk! Ne feledd, Fülöp, a nemesség a szívben születik. Vedd félváról a szeretkezést, és szellencs, amikor csak akarsz. Két ujjal fogd a serleget. Ne feledd, csak a ma estét kell átvészelned. Mosolyog és bólogass, és ha elakadsz, csak incs és mondd, hogy tovább. És reggel rendeld a kastélyba Athost, Porthost és Aramiszt tanácsadóidnak. És nem lesz semmi baj. D'Artagnan mindenre figyel. Csak legyen szerencsénk. Szerencsénk is lesz, ha Fülöp kitart.
Nyugi, Fülöp, jól csinálod. A fivérem. Micsodát, felség? Egy állarcot. Tisztán látszott egy állarc. Hát, a teremben sok az állarc, felség. Felség. Folytassák tovább. Jól érzi magát? Az átjáróhoz. Felség! Felség! Én... Itt az ítélet napja. Ne rémülj meg, Fülöp. Fülöp? Miért szólítasz Fülöpnek? Lebilincselő ajánlatunk van. Ne! Ne! Anyám, őrt áll a folyosón. Arra kell mennünk, amerről jöttünk. Ideje indulni, felség. Tudod az utat. Király szív ver benned. Thank you.
tovább? Az anya királynő. Visszavonulok. Várj két táncot, aztán menj a szobádba. Legyen nyugodt éjszakád. Sok beszélnivalónk van, de előttünk az egész élet. Jó hét. Anyám. Mikor jött vissza a király? Már egy ideje. Megkérdeztem a tábornokot, miért küldte a parancsod ellenére harcba Raoult. Azt válaszolta.
Tehát felség! Utolsó levelében utasított, hogy küldjem a csatasorba, az ágyuk elé. Őrség! Te ölted meg! Te ölted meg! Te ölted meg! Adjanak! Engedjétek el! Ne bántsátok! Bárhogy ártottam neked, jóvá fogom tenni. Vigyétek a szobájába! Riadókészültség. Őrt minden kapuhoz. Tovább! Veszélyben forog a biztonsága, felség. Megkérem, hogy jöjjön velem. Most nem. A bál. A vendégek. Kövessen, felségem. Jó, rendben van. Ez itt. Csak egy hasonmás. Ez
tudásom más. El innen! Be a csónakba, felség! Fel a rácsot! Fel a rácsot! Húzzátok fel! Sajnálom, hibáztam. Hibáztunk. Királyomért, ide a tiéteket. Úgy tudtam, a hason más halott. Tudta. Tudta, hogy létezik egy hason mása? Ő a fivérem. A fivére. Az ikertestvérem. A vérem. Emiatt maradt életben mostanáig. Fülöp. Lajos, kérlek. Te is benne voltál, anyám! Ő a testvéred! Őt is szeretem! Szereteted semmit nem jelentett nekünk! Nekem jelentett valamit. Felség, figyeljen rám! Még egyszer sem kértem semmit magamnak. Most kérek, ne ölesse meg őt, ezt a rabot, a testvérét! Nincs fogod ezt kérni tőlem! Felség, életem minden napján vigyáztam önre. A vérem adtam önért. Imádkoztam minden nap, hogy ön felülemelkedjen a rangján, hogy nagyobb legyen a törvénynél. Mutassa meg, mennyit ért a hitem és a vérem. Kegyelmezzen! Te is az árulók mellé állsz. Emellé, aki testvér létére ezt akarta tenni velem! És felséged mit tett vele? Egy pillanatra azt hittem, olyan királlyá lett, kit mindig állítottam. Kérem, uram, szólhatok? Könyörgök, öljön meg! Feloldozom meggyilkolásom bűne alól. Sőt, kérem az Istent, hogy jutalmazza meg a kegyelméért. De kérem, hogy ne. Könyörgök. Kérem, ne küldjön vissza a börtönbe, ahol eddig éltem. D'Artagnan. Kerítsd elő Porthost.
Athost, Aramiszt, és hozd el a fejüket, vagy én veszem a te fejed. Te pedig, testvérem, visszamész a börtönbe. Az állarcba mit gyűlölsz? Lajos, ne! Hord, míg meg nem szereted! És hallj meg benne. Anna. Ketten voltak. Ikrek, két fiú. Nem mondhattam el. Volt elég bajod. Anna. Mindig szerettelek. Csak téged. Bármi is történjék. Ezt soha ne feledd el. Fentről jött. Hol van? Tüntesd el! Tartsd szemmel D'Artagnant, és ha elmegy, jelentsd. Igen, felség. Itt nincs semmi, uram! Menjünk erre! Fülöpöt a Bastille alsó tömlött szintjére vitték. Ma éjfélkor őrségváltást rendelek el, és a váltás késni fog 10 percet. Egy mindenkiért, mindenki egyért. D'Artagnan. Ez kelepce, de nincs más esélyünk. Ha Fülöp a Bastille-ban van, akkor a Bastille-ba megyünk. Inkább halljak meg vérbe fagyva, mint vén trottyosként saját húgyomban. A régi egyenruhák, dicső napjainkból. Félretettem, hogy majd ezekben halljunk meg. És így is lesz! Nyisd ki! Rabot hoztunk!
Meg a hármas szintre. A kapitány majd átveszi. Hát ez bevált. Na, na, ez egy börtön. Még szép, hogy bejutni könnyű. Csak majd kifelé lesznek gondok. Éjféltük. 10 percünk van. Csak nem ezt keresitek? A kulcsot. Nem. Emlékszel? Ne keseredj el. Már úgyse sok maradt belőle. Csupán egy nyöszörgő, nyálad. Tudtam, hogy eljöttök, értem. Féltünk, hogy az állarc elpusztít. Én hordom az állarcot. Nem ő visel engem. Le van zárva. Hazudik. Csapdát állít nekünk. Nézzétek meg. Oly sokat szenvedtél. Bár én szenvedhettem volna helyetted. Menjetek a keleti kapuhoz. Igazat mond. Az udvar tele van katonákkal. Erre. Folyóig ne álljatok meg! Ha itt megyünk, tudják majd, hogy segítettél. Az most már nem számít. Menjetek! Gyávák! 20-an nem bírtok 4-gyel!
túlságosan szűk a folyosó, és senki sem mer szembeszállni a kapitánnyal. Haragszom rá! Tudtam, hogy elvezetsz hozzájuk. És így is lett. Tedd le a fegyvert. És nem büntetlek meg. Békében elvonulhatsz. Barátaidra pedig gyors kivégzés vár. Ha megadod magad most! Talán bele kéne menned. Úgy is meghalunk. Igaza van, D'Artagnan. Várjatok! Ajánljatok föl engem cserébe! Ti mindent megtettetek! Engedjetek el! Nem. Nem tehetem meg. Még ha királyon fel is adnám. Nem áldozhatom fel. A fiam. A fiad? Szerettem anyádat. Most is szeretem. Az én fiam vagy. De nem is tudtam rólad. És sohasem lehettem büszke apa. Eddig a percig. D'Artagnan, ők ifjú muskétások. A mi legendánkon nőttek fel. Felnéznek rád. Ez még előny lehet. Igen. Rohanjuk le őket. Tőlem tanultak. Harcolnak, még élnek. De ha már meghalunk, ha meg kell halnunk, hát halljunk meg így. Egy mindenki írt. Mindenki egy írt. Csodálatos hős. Lőjetek! Tűz! Thank you.
Fülöp! Ő a testvéred. Testvérek. Kifelé, mindenki, és teljes titoktartás. Szedjétek le! Szedjétek le rólam! Aki hálarc mögé bújt. A foglyot megint vasra vertük. Nem! Én vagyok a fiam! Ezt az őrültet oda tegyétek, hol nem hallhatja senki. Táplálja egy süket néma. De táplálja jól. Találjon megváltást a fájdalomban, melybe másokat taszított. Vigyétek! És ők? Ők a tanácsosaim. Igaz barátok. Ő volt a legjobb közülünk. Athos! Mindazok után, amit tettél, még egy dolgot kérnék. Hadd szeresselek téged apámként. Téged pedig arra kérlek, hogy... szeress engem fiatként. Muskétások, tisztelek!
sálarcos rabot sohasem találták meg. A börtönőrök azt suttogták, hogy királyi kegyelmet kapott, és vidékre vitték, ahol békében élt, és a királynő gyakran meglátogatta. A 14. Lajos néven ismert király pedig népének bőséget, gazdagságot és békét hozott, és nemzete történelmének legnagyobb uralkodójaként maradt fent az emberek emlékezetében. Írta és rendezte Randall Wallace. Magyar hangok. Hevér Gábor, Szakácsi Sándor, Ruboldödön, Helyei László, Csernák János. További magyar hangok. Kovács Nóra, Götz Anna, Markovics Tamás, Ház van der Péter, Koncz István, Barbinek Péter, F. Nagy Zoltán, Orosz István. Magyar szöveg Speyer Dávid, hangmérnök Márkus Tamás, rendezőasszisztens és vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Fehér József, szinkronrendező Csörögi István. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom.